Tamásiban jótékonysági Mikulás futásra várták mindazokat, akik lelkükön viselik az állatok sorsát. A szervezők nem kértek mást, mint hogy a kutyák ellátásához szükséges kellékekkel, elledellel érkezzenek a segíteni szándékozók. Már a harmadik ilyen jótékonysági futásunk. Hát igazából nekem a futás sosem volt öncélú, tehát mindig próbáltam azért egy kicsit a közösséget bevonni ebbe a dologba, ezért is van a futócsoportom, illetve 2019 óta a Budapest Sportiroda futó nagyköveteként tevékenykedem, és ezt vállaltam többek között, hogy jótékonysági futásokat, futóversenyeket, közösségi futásokat tartok, és hát ez most már így néhány éve megy is. Valamelyik évben gyerekeknek, rászoruló gyerekeknek gyűjtöttünk Mikulás csomagot, akkor volt, hogy időseknek gyűjtöttünk egy doboz teát, hozott mindenki a futásra, tehát ne nagy dologra gondolj, hanem tényleg az, hogy sok apróság. Most pedig úgy gondoltuk, hogy a Tamásiban most nyílt Tamási Állatotthonnak fogunk adományokat gyűjteni, és ez az ötletem, ez a kezdeményezésem nagyon pozitív fogadtatásra talált, úgyhogy most így ebbe vágtunk bele. A BSI futó nagykövet családjában is felmerült már a kutya kérdés, aki bizton állítja, hogyha egyszer minden feltétel adott lesz hozzá, akkor az örökbefogadás mellett döntenek majd. Nagyon szeretnének kutyust, van is kutyusunk, nem otthon, hanem nagymamánál, anyósnál, mert egyelőre nálunk még ez így nem megoldott, de hogyha lenne kutyánk, akkor biztos, hogy állatotthonból vagy menhelyből vinnék haza egyet. Szívem szerint az összeset persze, de ez még egyelőre nálunk nem megoldott, meg van három gyermekem, a legkisebb egy éves, úgyhogy még egyelőre ezt nem vállalom, de azt nem mondom, hogy a jövőben nem leszek megpuhítható. A rendezvény a kezdetektől nagy érdeklődésre tett szert, az eddigi jótékonysági futások alkalmával mindig szép számban gyűlt össze adomány. Hogy nagyon sokan jöttek, nagyon pozitív volt a fogadtatás. Nagyon becsülendő, hogy télen eljöttek futni olyanok is, akik tényleg nem szeretik ezt a sportot, vagy nem űzik, de mivel itt a futás része úgymond egy jelképesebb, természetesen van olyan táv is, amit mondjuk egy olyan is futhat, aki szeretne többet hozzátenni, de maga a futás része itt jelképes, azt gondolom, hogy ez a pár száz méter itt az aktív parkban mindenkinek teljesíthető, akár futva, a babakocsival, sétálva, ki hogyan szeretne, és igen, azt kell, hogy mondjam, hogy jöttek az emberek és adományoztak mindig, minden évben, amikor ilyet tartottunk, nagyon pozitív fogadtatásra talált, és nagyon sokan segítenek is egyébként ebben. Itt az aktív parkban egy pár száz méter tulajdonképpen, amit együtt futunk, de egy Mikulásom segít nekem abban, hogy aki szeretne egy nagyobb távot, akkor esetleg a főtérig meg vissza elszaladhatnak, és akkor szaloncukrot oszthatnak a járókelőknek, és hasonló. Meg volt már olyan, hogy egy 10 kilométert lefutottak a bevállalósabbak valamelyik jótékonysági futásunkon, de maga a futás része jelképes. Nem szeretnék senkit ezzel elrettenteni, mert mint mondtam, nem mindenki szeret futni, úgyhogy nincsenek elvárások. Ez egy ilyen bulifutás, jótékonysági bulifutás, hívjuk így. Tamásiban, ha valaki kedvet kap a futáshoz, és nem egyedül szeretné róni a kilométereket, akkor a közösségi futás egy jó választás a számára, ahol a közösségi élmény mellé a csapattagoktól számos jó tanácsot is bezsebelhet. Minden szerdán és pénteken futunk, ugyan nem 5 órakor, mint ez a jótékonysági futás megrendezésre kerül, hanem 6 órakor, de igen, igen, szeretettel várjuk, és mint mondtam itt a jótékonysági futás kapcsán, hogy nincsenek elvárások, nos, a közösségi futásnál sincs, mindenki annyit fut olyan távot, amilyet szeretne, amilyen tempóban szeretne, nem vagyunk egyformák, vannak kezdők, haladók, versenyzők, tényleg itt az a jó, hogy úgymond az egész közösség annyira változatos, összetételű, hogy gyakorlatilag a kezdőtől a nem tudom, milyen szuperprofi ultrafutóig bárki jöhet hozzánk és csatlakozhat, mert nagyon örülünk neki. Ez nem az az időszak, ami annyira barátságos a futás szempontjából, mert sokan szeretjük a telet a kályháról az ablak mögött, tudod, jó melegbe. Mi futók is úgy vagyunk vele, hogy azért nehéz elindulni, nehezebb, mint egy gyönyörű, verőfényes napsütésben. Tehát ilyenkor azt gondolom, hogy a kemény mag szokott jönni, és tavasztól őszig viszont kétszer-háromszor annyian szoktunk futni. Én ezt elfogadom, mert tényleg nem egy olyan nagyon barátságos időszak ez a tél, meg hideg is van. Viszont ennek is megvan egy varázsa, és az, hogy megcsináltam, utána sokkal jobban esik futás utána a meleg kályháról az ablakból kifelé nézni, azzal a tudattal, hogy igen, ezt ma is lefutottam. A télies időjárás sem szegte kedvét a jótékony futóknak, sokan összegyűltek az aktív parkban. Voltak köztük olyanok, akik csak az esemény kedvéért húztak futócipőt, de olyanok is akadtak, akik heti szinten többször űzik ezt a sportot. Az én egyik okom az, hogy engem kikapcsol, nagyon könnyen el tudom magam engedni, utána sokkal jobban érzem magam. Meg amikor ilyen összegyűlünk, ilyen csoportosan, ez olyan lendületet ad, olyan jól esik a lelkemnek.
A futócsapat tagjai, akikkel Gabi érkezett, munkahelyükön gyűjtést indítottak, melynek köszönhetően 30 kiló száraz táppal és ugyanekkora mennyiségű konzervvel érkeztek a jótékonysági futásra. Ezt nagyon fontosnak tartom, főleg ha ilyen tamásiakon tudunk segíteni, mint mondjuk ugye az alapítvány, az állatmenhely, vagy a karitatív szervezetek, meg egyéb, ezeket mindenképp fontosnak tartom.